Sziasztok, könyvrajongók! Csaba vagyok, ez itt a Könyvelem, és ma a Margó Fesztivál szombati napjáról fogok bejelentkezni egy vlog formájában, ugyanis három programot néztem ki magamnak, amin szeretnék részt venni, és ezekről fogok nektek most egy videót összerakni. A tavaszi Margó rendszerint itt a Margit szigeten a Kristály színtérben kap helyet, és majd látni fogjátok a vágó képekből, hogy összesen 4 helyszín van. Én most elsőként 2 órától a Kristály színpadon Madarász Éva könyvbemutatójára szeretnék beülni. Ezt követően 14 óra 30 perctől Jakubcsek Gabriellának van egy beszélgetése kinn az udvari nagy színpadon, és utána pedig Péterfi Juditnak van könyvbemutatója, úgyhogy ezekből fogok majd bevágni nektek vágóképet, és fogadjátok szeretettel. A feleségemmel érkeztünk ide a Margó Irodalmi Fesztivál helyszínére, megnéztük a bejáratot, illetve még egyszer csekkoltuk a programokat, hogy mi hol lesz, és utána a Booklány terasz felé vettük az irányt, ahol megnéztük a 20%-os kedvezménnyel megvásárolható könyveket, és itt már szemrevételeztem azokat a kiadványokat, amelyekkel kapcsolatban beszélgetéseket néztünk meg, ugyanis már itt kapható volt Péterfi Judittól az Engedj el című kötet, illetve Madarász Évának az Új Tisza virágok című kötete. Emellett Jakubcsek Gabriella korábbi kötetei mellett már kapható volt a Csak azért is szerelem című új könyv a 21. század kiadó gondozásában. Nagyon erősen sütött a nap, úgyhogy nehezen tudtam így kültéri felvételeket készíteni, úgyhogy be is mentünk. Még egyszer megnéztük a megállító táblát, hogy melyik színpad hol van. Először a könyves magazin színpadot szemrevételeztük. Utána megnéztük azt a központi helyszínt, ahol például ingyenes könyvjelzőkhöz lehetett hozzájutni, és ahol a merch termékek is kaphatók voltak, különböző kitűzők, könyvjelzők, pólók, vászontáska, nagyon igényes kivitelben. Utána pedig a Kristály színpad felé vettük az irányt, ahol a legelső előadást szerettük volna meghallgatni. Itt még akkor az előző beszélgetés ért véget, úgyhogy mi még ebédeltünk egyet, majd elkezdődött a beszélgetés Madarász Évával, Csapodi Kinga, a Manó könyvek kiadóvezetője volt még a társa, illetve őket Weisser Alinda kérdezte. A kötetről annyit kell tudni egyébként, hogy egy ifjúsági kötet, amely 10 éves kortól ajánlott, és egy 13 éves lánya főszereplője, aki vidékre költözik az édesapjával, miután az édesanyját Covid-ban elvesztette, és hát az ukrán határhoz költöznek az édesapjával, és itt különleges kalandokban lesz része, úgyhogy a kötet vázát nagyjából egyébként ebből a beszélgetésből meg lehetett ismerni. A feleségem egyébként már a hazafelé vezető úton a vonaton el is kezdte olvasni, és itt pedig meg tudom nektek mutatni, hogy milyen csodálatos illusztrációt kaptam a kötet illusztrátorától. És aztán természetesen sorba álltam, hogy Évától is megkapjam az aláírást a kötetbe, és egy közös fotó is készült rólunk itt a Booklány terasz mellett. Menet közben már itt elkezdődött a beszélgetés Jakubcsek Gabriellával, őt Fini Petra, a 21. század kiadó marketing vezetője kérdezte, természetesen nem csak a friss könyvről, hanem mindenféle témában, úgyhogy néhány percet tudtam hallgatni ebből a beszélgetésből is, de aztán én már a könyves színpad felé vettem az irányt, ahol Péterfi Judittal készült beszélgetés. Őt egyébként Kuruc Adrien író, újságíró faggatta az Engedj el című kötetről, amely egyébként egy interjú kötet, és ezek az interjúk majd Judit YouTube csatornáján videós formában is megtekinthetőek lesznek, és természetesen a kötetben nem csak az interjúk találhatók meg, hanem a saját egyéni gondolatai és az ő sorsa.
Dedikált is egyébként Judit a Buklány terasz mellett, de én még nem kaptam kötetet a kiadótól, úgyhogy egyenlőre csak ez a közös kép készült rólunk, de hamarosan olvasni fogom majd a kötetet. Én nagyon örülök, hogy én is eljutottam a Margó Fesztiválra. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!